Pályamunkájával országos sikert ért el a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 13. A osztályos diákja, Jónás Dóra, a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség közös szervezésével meghirdetett 19. Kultúra Nostra Kárpát-medencei történelmi versenyen. Mint Gyermán János szaktanától megtudtuk, a versenyen Trianon történelméről kellett pályamunkát készíteni a tanulóknak. Pályázhattak magyarországi és határainkon túl élő magyar középiskolások. Erre a verseny annyit kell tudni, hogy idén nyáron lett ez a verseny meghirdetve a Kárpát-medencei történelmi tanulók számára a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság szervezésében, mely igazából annyit tartalmazott, hogy a Trianon történelméről kellett egy pályamunkát a diákoknak beadniuk. A vetélkedő küldetése a magyar fiatalság összetartozás tudatának megerősítése és a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése volt. Az iskolából több diák nevezett, és egyéni kutatómunkát végeztek a trianoni békeszerződés következményeiről, a helyi társadalomra gyakorolt hatásával foglalkoztak. Nekem összesen 4 diákom vett ezen a megméretetésen részt, a 9-esektől, a 10-esektől, egészen a 13. osztályosig bezárólag, viszont egy tanulóm ért el komoly sikert ezen a versenyen. A tanulóink közül a 10. A osztályból Marton Zsófia ért ilyen pályamunkát, majd következett a 12. C osztályból Kardos Krisztián és Majzik Anna Dorottya, illetve a 13. A osztályból Kovács Dávid és Jónás Dóra nyújtott be pályamunkát. Írásban volt kritérium megszabva, tehát egy kutató munkát kellett megelőzni ennek a pályamunkának. A tanulóim közül sok újonc volt, viszont volt 2 tanulóm, Jónás Dóra és Kovács Dávid, aki már korábban is írt ilyen pályamunkát. Jónás Dóra bejutott a 10-es döntőbe, az eredményhirdetés a Pannonhalmi Bencés Gimnázium dísztermében volt, ahol eldőlt a konkrét helyezettek sorsa. Az eseményen Hortobágyi T. Cyril főapát köszöntője után Latorcai Csaba, az emmi államtitkára, a Bencés Gimnázium egykori diákja mondott ünnepi beszédet. A program részeként Ablonci Balázs és Révész Tamás történészek tartottak előadást a legfrissebb Trianon tematikájú kutatás eredményeiről. A diákom nagyon örült a jutalmaknak, hiszen számos tankönyvcsomagot kapott a Rákóczi Szövetségtől, mely egészen Trianon történelmére bezárólag a első-másik világháború történelmét foglalta magába, a tankönyvcsomagot mellé kapott egy oklevelet is. Jónás Dóra dolgozatának a Magyar Nemzet Sérelmei a karcagi Trianon címmel adta, és ezzel országos 9. helyezett lett. Értékes könyvcsomagot és oklevelet kapott. Pályázatában Trianon történelmét összekapcsolta Karcagváros történetével. Elolvastam rengeteg könyvet, és hát a nyáron készültem fel erre, mert ott volt időm rá ezt megcsinálni. A városi könyvtárba vettem ki egy könyvet, és abba találtam több információt, és hát ott abból a könyvből néztem ki lényegében. A dolgozatában kitért arra, hogy Karcagvárosunk történelme szorosan kapcsolódott Horthy Miklós kormányzóhoz, aki 1920. március 3-án a nemzeti hadsereggel bevonult Kunmadarasra és Karcagra. Trianon emléke még 100 évvel később is átszövi a magyar emberek mindennapjait, de nem szabad megfeledkeznünk azokról az emberekről, akik határainkon túl rekedtek, a sorsukról, valamint a jogaikért való küzdelmükről sem.